A Diurató Szakág Grand Prix sorozatának második állomásán veszünk részt itt Bábolnál, a Nemzeti Ménes Birtokon. Ifjú Szikszai Lajossal beszélgetünk, aki az 5 éves lovak fináléján diadalmaskodott a tegnapi napon. Számítottál a győzelemre? Reménykedtem inkább, csak benne az ember mindig győzni akar. A lovam az kiváló formában volt, mind a 3 nap hibátlan ment, úgyhogy bíztam benne. Az előző fordulóban ifjú Szabó Gábor Borgia nevű lovával győzött, most őt győzted le néhány tized másodperccel. Nagyon gyors volt. Igyekeztem beleadni mindent, az első ugrásnál éreztem, hogy a lovam nagyon jó formában van, úgyhogy mindent egy lapra tettem föl, és hát ez most úgy tűnik, hogy be is jött, és remélem így is marad. Mit szólsz a pályához? Milyen volt a nehézsége? Technikás volt az 5 éveseknek, úgyhogy nagyon jó, korrekt volt, de technikás, úgyhogy ügyesen kellett lovagon, és jó lovak kellettek hozzá. Milyen volt a mezőny tegnap? Nagyon jó lovak voltak, ügyes lovasokkal, úgyhogy nagyon-nagyon szoros volt a mezőny, úgyhogy de ezt így jó látni, hogy nagyon jó az utánpótlás lovaink vannak itt Magyarországon, úgyhogy remélem, hogy ez így is marad tovább. És mik a további tervek? A budapesti GP-n szeretnék ugyanúgy menni az 5 éves kategóriába, utána a tenyészen, és hát nagyon szeretném, hogyha a Lánekeni fiatalabb világbajnokságára az 5 éves kategóriába ki tudnék menni a lóval. Beszéljünk egy picit rólad, hány lóval készülsz, hol készülsz a versenyekre? Gyirmóton van a lovardám, körülbelül 10-12 lovam van, van 5-6 tanítványom, ugye még egy elég fiatal csapat vagyunk, ott készülünk a versenyekre, az öcsémmel együtt, meg a tanítványaimmal együtt. És mik az idei célok? A magyar bajnokság az idei cél, az öcsémnek is, meg nekem is természetesen, a tanítványaim, meg fiatal lovasok, nekik a sampionátus, az FBI-ja, meg ugye a fiatal lovak VB-je.